A műsor támogatója az Új Szánkjong, a Korándó forgalmazója, a Fabian Autó. Összesen három darab van belőle a világon. Shelby GT500, múzeum számára készült. Vezethettem már néhány autó ritkaságot, például ott vannak a Manzorik. De ez örökre megmarad az emlékeimben, az biztos. 1363 kilométer van benne. Az nem sok. És 2007-es. Bejáratos autó. Kellőképpen vigyázok is rá. Nagyon érdekes szerkezet, benne van minden, amitől az amerikaiak sikeresek. Semmi sincsen túl gondolva, néha a kevesebb több. Meglehetősen nagy autó, nagyobb, mint például a SsangYong Torres, amellyel mostanában arrébb megyek. Abba simán belefér egy család, ebbe pedig két személy. És ez azért van, mert ennek a Shelbynek jelentős része motor. Carroll Shelby az amerikai legenda, autóversenyző és autótervező volt. A nevével fémjelzett Mustangok sokkal erősebbek, vadabbak az átlagos Mustangoknál. Shelby elsősorban versenypályára teremtette alkotásait. Nagyon sok erőt kell kifejteni a váltáshoz, a kormányzáshoz. Kuplungja olyan, mint Tarzan sarka. Kegyetlenül kemény. De talán pont ez a szépsége. Egyébként ezektől eltekintve meglehetősen könnyű vezetni, amennyiben nem ér a jobb lábunk a hűtőig. Mert ha igen, akkor nem. Volt már szerencsém Mustangokhoz. Ilyen ritkához még soha. Ő Dózsa Ferenc, ez pedig egy iparművészeti csoda. Mondtam el egy mondatban azt, amit önök a képen látnak. Ebből az autóból három darab van a világon. Hogy? Ezt a Shelby Múzeumnak gyártották, összesen három darab van, és ebből egy példány most itt van nálunk. Mi van a másik kettővel? Az egyikről tudom, hogy az kint van Las Vegasban, a harmadikat sajnos nem tudom, hogy... De a múzeum után követi, gondolom, és azok tudják, igen, hogy... Igen, természetesen mind a háromról tudják, hogy hol van. Ez most már azért egy éve itt Magyarországon van, és bent áll egy garázsban, nem használja senki. Általában nem megy tönkre az autó? De én azt gondolom, hogy ha nagyon hosszú távon nem használják, az nem tesz jót neki. Azért is van nálunk, mert egy ilyen időszakos szerviz, egy átnézés és egy olajcserét mindenképp csinálunk rajta, hiába van benne csak ennyi kilométer. Néztem egyébként utasterét is, ott se látszik az idő nyoma egyáltalán. Nem, teljesen. Szóval én azt gondolom, hogy kívülről is lehet látni rajta, de hogyha közelről látja az ember és benéz a belsőbe, akkor látod, hogy ebbe alig ültek benne. De semmihez nem nyúlnak hozzá, nem cseréltek rajta ki felnit. Semmi. Ez úgy, hogy kijött a gyárból, akkumulátort kellett benne, mert az akkumulátor ez nem bírta. Technikai adatok. 5400 centi V8 kompresszor, ha jól mondom. Így van. Teljesítmény? Teljesítmény 500 lóerő, 0-ról 100-ra gyorsulás az olyan 4,5 másodperc, a végsebesség az olyan 300 körül. Mivel nagyon kevés van belőle, ezért valószínűleg meglehetősen drága. Úgy gondolom, hogy egy olyan 50 milliótól fölfele. És ez, ahogy az évek múlnak, szerintem ez egyre magasabb lesz. Ennél ritkább autó volt már műhelyben? Azt hiszem, hogy talán ez a legritkább. A Shelbyk azok nem egyszerű Mustangok. Teljesen más például a futóműve, mint egy átlagos Mustangnak. Bámulatos, ahogyan kanyarodik, mint egy sínautó. Sokan azt mondják, az amerikai autók buták, hát valóban nincsenek túl gondolva, de talán pont ezért működik még mindig ilyen tökéletesen. Nem a legnemesebb anyagok jellemzik, de ahogy össze van rakva, abban nincsen hiba. Adi Endre egyszer azt írta, legyen egy napod az életben, amiért érdemes volt élned. Hát ez a nap talán pont ilyen.
kövess, iratkozz fel, szedd alá!